Az év elején Auschwitzban jártam. Az egyik fotó hozzásegített szemléletem bizonyos újrafogalmazásához. Meszelt karámra emlékeztető deszkák közt egy fejkendős öregasszonyt hajtanak a kivégző barak felé. Az öregasszony körül 2-3 kisgyerek lépeget a salakos út jóvá tehetetlen közönyében. Álltam a kép előtt, s erőnek erejével meg akartam állítani a 20 évvel ezelőtti boldogtalanságot, ahogy látszatra a fényképfelvétel megállította. De én a valóságot akartam megállítani. És akkor megértettem, hogy semminek sincs értelme, ha nem tudjuk jóvá tenni azt, ami már megtörtént. Nos, egy hosszú gondolatsor kihagyásával én hiszek abban, hogy jóvá tehetjük azt, ami megtörtént, s méghozzá személy szerint azokkal, akikkel megtörtént. Személy szerint a messzel deszkák előtt 1942-ben lépegető öregasszonyra. A költészet számomra, ha nem is pontosan ezt jelenti, de majdnem ezt. A jóvá tehetetlen jóvá tételét. Vagy legalábbis az első lépést a képtelenséges sötétjébe. Ha ebben nem hinnék, számomra minden siker és minden öröm riasztó sivatag maradna. És Albert Camus faggatására morális és filozófiai kötelességemnek érezném az öngyilkosságot. S hadd tegyem hozzá, Camus a Sisyphus mítosza című művében csodálkozik azon, hogy Dostoyevsky volt az első, aki a világ abszurditását a mai egzisztencialisták fogalmazásában fölvetette, mégse írt abszurd regényt, s minden abszurditása ellenére a Karamazov testvérekben Aljosa gyerekes hitet tesz a világ végső megvigasztalítása mellett. Szerintem nem véletlen, hogy Dostoyevsky 100 évvel ezelőtt már mesteri pontossággal fölvázolta Camus mai problématikáját. Ezt csak azért tehette meg, mert már túl is látott rajta, s épp abban, amit Camus naív ellentmondásnak nevez. Az igazság az, hogy még Kafka se nőtt ki Dostoyevsky köpenye alól, s korunk még mindig csak útban van feléje. Nem tudom, hogy optimista vagyok-e, vagy pessimista, hogy műveim után nevezni szoktak. Annyit tudok csak, hogy például elengedhetetlenül fontos dolgot kell még teljesítenem 1942 őszén Lengyelországban egy meszelt palánk előtt. Nem gondoltak a rózsakertre, és elkövették, amit nem szabad. Ezentúl üldözöttek lesznek, és magányosak, mint egy lepkegyűjtő. Üveg alá kerülnek valahányan. Üveg alatt tűhegyre szúrva ragyog a repketábor. Önök ragyognak, uraim. Félek, kérem a köpenyem.